Mondjatok két nevet. Meg se vártam, hogy mondjátok, hogy mehet. Kérem? Adolf, nagyon jó. És még egy nevet. Készülj, testvér. Jó, na gyertek, gyertek. Oké. Okay. Gyertek, 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 testvéreim. Menjünk, persze. Egyik jobb felül, másik bal felül, jó? Oké, okay. Áron is úr. Még tartjátok a kezemet, addig kritikálok, oké. Okay. Jó, na, kivel kezdjük? Kezdjük Tibikével, ő idősebb úgyis. Oké. Okay. Egy pár éve. Na most, emlékeztek, mit mondtam? Filó, szimpáté, agapé, erosz. De most mondom, hogy ismétlésen. Most itt van előttünk Tibike, aki a testvérünk, ugye? Hogyan kellene mi őt szeressük? Mi, akik itt vagyunk, akik itt ülünk a padokban, itt ülünk a székekben, mi hogyan kell őt szeressük? A négy kategóriából. Na. Agapé, mondja valaki. Nagyon jó. Más? Tehát, hogy feltételnék... Mit mond? Mit mondod? Erosz, erosz. Ez egy női hang volt, csak megvastagította a hangját, hogy akart álcázni. Tehát, hogy testi vonzalom, hogy tetszik nekem Tibi, a borostársa, vagy ami nincs neki, vagy az izomzata, vagy a humora, a frizurája, a szemeszíne, a mosolya, ugye? Ez az erosz, amikor így, tehát amikor a mosolya, a külalakja, a frizurája, ez erosz, ez a testi vonzalom, jól mondtad. Jó, ez a nő jól mondta férfi hangon, oké. Okay. Más, hogyan szeretetjük? Tehát mondta valaki agapéval, hogy elviseljük, meg feltétel nélkül szeretjük, akár testi vonzalom is szereteti valaki. Hoppá, barátilag, tehát mint a barát, filéó, nagyon jó. És a lányok azt mondják, hát szimpi ez a fiú, de semmi több. Úgyhogy ne jön oda hozzám, ugye? Tehát, hogy mind a négy szeretet előfordulhat. Köszönöm, Tibi, gyere, helyre jössz. Megtosolhatjuk Tibikét. És köszönjük a bátorságodat, amit belédöntött Adolf, illetve most Adolfnak köszönjük a bátorságát, amit beleöntött Tibike. Na most egy másik fazon áll előttünk, totál másak. Az egyik szép laki, a másik meg lecsméri. Tehát semmi köze nincs a két falunak egymáshoz, azon kívül, hogy 20 kilométerre vannak egymástól kb. 5? Na jó, 5 kilométerre. Oké, okay. De totál más fazonok, ugye? Más kiadás, az egyik, mit tudom én, 96-os, a másik pedig 90-es, vagy ilyesmi. Oké, okay. Na hogyan szeretjük Adolfot? Hogyan szeretjük Adolfot? Hopp! Figyeltétek? Az előző testén először agapé jött ki, hogy feltétel nélkül. Itt már egyből valaki az a szimpátéval. Szimpatikus. Más? Kérem? Testvéri szeretet. Filó, baráti, testvéri szeretet. Nagyon jó. Más? Igen, most nincs elkedik veled. Igen, őt is lehet testvéri. Nekem bejönnek a szemüveges srácok, azokat szeretem, akiknek nincs frizurájuk, akik őszajuk van. akiknek jó a deltájuk, stb. Stb. Borostás viszelnek. És nincs kifúrva a fülük, ugye? Még nincs kifúrva. Nagyon jó, és akkor még kategóriát hagytuk ki? Az agapét. Milyen érdekes, hogy nálad egy utolsó helyre került. Tehát úgy tűnik, hogy ő egy elviselhető, népszerűbb, szerethető. Nem, épp az, hogy őt szeretnék inkább feltétel. Köszönjük meg Adolfnak is, tapsoljuk meg, jó? Na, most egy kicsit viccelődtünk nyilván, itt mindenkit vehetnénk sorra, és higgyétek el engem is. Vagy akár Jáhelyet, és akkor szépen csendben ül, hogy meg se nyikkan, mert tudja, hogy bele fogok kötni. Tehát mindenkit. És az a kérdés, hogy oké, most itt viccelődtünk, de látjátok, mindegyik előjöhet a gyülekezetben is. Az a kérdés, hogy melyiket kell én kibontakoztassam? Ricsi, itt vagy? Megint jegyzetelsz? Aj, apukádnak meg kell dicsérni. Tehát apukád nem jegyzetel ennyit, hidd el. Imaháza, mint te. Tehát sokkal többet jegyzetelsz. Örülök, hogy ilyen jó fej vagy. És akkor itt van ez a négy kategória előttük, akiket nagyon szeretünk, akik egy kicsit másabbak, mint mi, és oké, elüldögélünk velük másfél órát, csak most ne legyen két órás az igényletés. Ott van a harmadik kategória, akik áj, ugye? Tehát, hogy frászod van tőlük, és ott van a negyedik, akik fogod a fejed, hogy létezik, uram, hogy lehetnek ellenségek a gyülekezetben. És most az a központi kérdés itt számunkra, hogy hogyan reagáljunk mindenre, illetve mindezekre. Mert mindegyik előfordulhat. Nincs olyan gyülekezet, ahol csak az első két kategória van. Szerintem nincs. Vagy előfordul, hogy megjelenik a harmadik és a negyedik kategória. Vagy lehet, hogy éppen azért van ott a harmadik meg a negyedik, mert te annak a gyülekezetnek vagy a tagja. Érted, hogy valaki számára te olyan vagy. Meg
Nem lehet, egyszerűen nincs olyan személy szerintem, akit mindenki szeret. Mindenki oda van érte. Éppen valaminap hívott fel az egyik barátom, hogy Lóri, mit tegyek? Ez az ember valamiért nem csíp engem. És akkor azt kérdeztem tőle, hogy Jézus Krisztus mindenki csípte. Pál apostoli mindenki oda volt. Az apostoloké mindenki oda volt. Dehogy is! Dehogy is! Tehát, drágáim, egy, hogy is mondjam, csak fölösleges erőfeszítés, ha azon dolgozunk, hogy mindenkinek a kedvét elnyerjük. Viszont az igaz, hogy tisztességesen meg kell állnunk Isten és emberek előtt. És arra kell törekedjünk, hogy a békességet és a szeretetet közvetítsük az embertársaink irányába. Nem azt mondom, hogy nem érdekel, hogy hogy érzed magatokat a környezetben, én akkor is olyan vagyok, amilyen, és nem akarok változni. Nem erről beszélek. Viszont az is egy véglet, hogy mindenkinek meg akarok felelni, és mindenkinek az elismerésére, a szeretetére, az újongására, a rajongására vágyok. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Jó. Tehát az a kérdés, hogy hogyan reagáljunk mindezekre, illetve mindenre. Lukács 6.35 azt mondja, ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte. Nagy lesz akkor a jutalmatok és a magasságos félésztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Tehát elképeszt a mérce, amit nyújt nekünk Jézus Krisztus, hogy még az ellenségeinket is szeressük. És egy kicsit bontsuk le. Mit is jelent ez? Vagy hogyan viszonyulunk ezekhez a testvérekhez? Vagy mondjam azt, hogy a testvéreinkhez, és most már ne legyen bennünk ennyire ez a kategorizálás. És három dolgot mondok a teljességigénye nélkül. Az egyik, különnek tartva a másikat. Különnek tartva a másikat. Azt mondja Filippi 2.3. Semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem, tudja valaki folytatni? Alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Nagyon jó ez az ige. Figyelj! Ne tegyél semmit önzésből, tehát nekem, magamnak, Lórinak, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Tehát ki a különb a közösségben? Pál szerint ki kellene lenni a különb? Én, aki énekelek, én, aki apadban ülök, én, aki lány vagyok, én, aki fiú vagyok, én, aki idős vagyok, én, aki pásztorlány vagyok, én, aki nem vagyok pásztorfiú. Ki kell legyen a különb? Jaj, itt vagy. Köszönöm, Márk, ments meg. A másik, tehát a másik kell legyen külön. Csia így fogalmaz a Csia fordítás, hanem mindenben alacsony helyzetre törekedve egymást magatok felett állónak tekintsétek. Tehát mindenben alacsony helyzetre törekedve egymást magatok felett állóknak tekintsétek. Tudjátok, még a görög szó, amit használ itt ebbe a hió dicsőségvágy? Az az van, kenodoxián. Tudjátok mit? Tehát doxia az dicsőséget jelent. A kenodoxián meg azt jelenti, hogy üres dicsőség. Hogy ne fussunk az üres dicsőség után. Tehát amikor önző akarok lenni, amikor azt akarom, én élek a reflektorfényben, mindenki engem újongjon, mindenki utánam rajongjon, ez hiú dicsőség vagy. És azt mondja, ne, hanem magadnál a másikat különnek tarts. Tehát az első dolog, hogy te testvéri közösségben megfelelőképpen mozgolódj, és a testvéreket szeresd, és megfelelőképpen reagálj ezekre a kihívó testvérekre, vagy elviselhető testvérekre, hogy különnek tartsd a másikat önmagadnál. Hadd kérdezzek egy költőit. Jobb fejek a testvérek, mint te? Vagy te vagy a... Én nekem volt olyan időszak, amikor azt hittem, hogy én vagyok a legszuperebb megtért hívő ember a világon. Osztálycsimből senki nem olvas, csak én. Értitek? Mai igét, hát ez most mondom a tiéd, nem hagytam ki egy napot sem. Igen, mert 30 másodpercet tart, hogy állított, és olyan szuper hívő vagyok, értitek? Vagy minden nap meghallgatok egy keresztény számot. Tehát, hogy különnek tartsuk a másikat. A következő dolog. Maga hasznát. Vagy nem a maga hasznát. Filippi 2.19.21-hez, ha lapoz valaki gyorsan és felolvassa, azt megköszönöm, ezt nem nyomtattam oda. Megvan valakinél? Filippi 2.19.21. Remélem, hogy jó. Igen, mehet. Vagy szép ez a jellemzés Timótosról. És ugye először mit is mond róla? Nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű. Tehát Pál önmagánál különleg tartja Timóteust. És aztán mond egy nagyon fontos dolgot, amire rátérünk itt,
Azt mondja, hogy mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézusival. Ez az ember pedig nem a maga dolgával törődik elsősorban, hanem a máséval. Vagy 1 Korintus 13-5 azt mondja, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragja, nem rúja fel a rosszat. Tehát itt nem a magam hasznát keresem a Krisztusét, aztán egy másik ilyen a szeretet, nem a maga hasznát keresem a másikét. Filippi 2.4 pedig azt mondja, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Döbbenetes, hogy mi van a világban. Nyomassad, neked legyen haszod, neked legyen jó, stb. Stb. Vannak cégek, ahol az alkalmazottak is, hogy is mondjam, csak vadállati módon viselkednek egymással és versenyeznek egymással. És itt meg azt mondja, hogy ne a magad hasznát nézd, hanem másokét is. Mondd csak, amikor van valami lehetőséget, szoktad-e nézni a mások hasznát? Mondd csak, amikor az ifiben van valami lehetőséget, szoktad-e nézni a társaidnak a hasznát? Mondd csak, amikor a gyüliben vagy, szoktad-e nézni a testvéreidnek a hasznát? Vagy csak a magadét? Vagy csak a magadét? Mennyivel másabb lenne a közösségünk, ha néznénk a maga másik hasznát is, illetve különnek tartnánk a másikat önmagunknál, amit mondtunk az előzőekben. És jön az utolsó, szerintem ez a legnehezebb, meg ez a legdöbbenetesebb, amikor ezt olvastam, én egyszerre fellélegeztem, meg azt mondtam, júj, de nagy bajban vagyok. De fel is lélegeztem, meg így, ez olyan, mint tudjátok, hogy kegyelem van üdvösségetek, hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka, hogy segítsek egyik. Ez figyelmeztetés is, meg vigasztalás is. Most erre nem térek ki, de ha kicsit gondolkoztok, akkor értitek. Na nézzük meg, még ez a harmadik. Efézus 4.2. És ez már így kívülről tudja, és nekem sokszor el szoktam mondani, és azt mondja, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymás szeretetben. Viseljétek el egymás szeretetben. Nem fura ez? Tehát képzeld el a következő jelenetet, otthon vagy anyuval, és azt mondja, viselj már el engem. Vagy te mondod nekik, olyan nehéz titeket elviselni. Ez milyen szövegkörnyezetben használják, mikor azt mondom valakire, hogy én Nátit elviselem. Milyen szövegkörnyezet ez? Mikor el kell valakit viselni szeretetben, hanem kellemes, felszabadító, felüdítő? Milyen? Írjuk már egy kicsit körül. Milyen az, amikor valakit elviselünk szeretetben? Nehéz, nagyon jó, lányok, nagyon jó. Lehet, hogy még kellemetlen is belül. Neki nem kellemetlen, csak nekem kellemetlen. Köszönöm, srácok. Mi negatív? Nem szimpatikus, nem olyan felüdítő vele lenni. Jó, köszönöm, Jonatán. A Kolossé 3.12.14 meg így fogalmaz. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátok nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Tehát, hogy viseljük el egymást szeretetben, bocsássunk meg egymásnak, ha valami panaszunk van, és Krisztus szerint bocsássunk meg, és helyezzük rá ezeket a dolgokat, és mindezek fölé öltsük fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Tehát teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, figyelj, alázatossággal. Kell alázatosság ahhoz, hogy néha elviseljük a másikat? Kell hozzá szelídség, kell hozzá türelem? Júj. Hogy ne kellene? Mindjárt majd érteni fogjátok. Viseljétek el egymást szeretettel. Kedveseim, én tudom, hogy engem el kell viselni. Miért? Most ez ilyen nagy beszólás volt, hogy tényleg benne van érzetemben. Miért kell engem elviselni? A testvéri közösségben, nem otthon, azt mindenféle ódákat tudna az engem róla a fiam meg a lányom, meg lehet, hogy a feleségem is. De olyan jó, tehát ma is hálát adtam ma reggel, hogy Uram, áldalak, hogy elvisel a családod. Áldalak. Írtam nekik egy üzenetet, ha valaki kíváncsi rá a végén, meg tudom mutatni, ott van a telefon. Volt, szuper, hogy áldom az Urat, komolyan. A feleség már lassan 17 éve visel engem. Ricsi, érdemes megnősülni, hidd el. Ha találsz olyan nőt, aki el fog téged viselni, az el kell venni feleségül. Hey, ez komoly, ezt nagyon komolyan mondom. Ez nagyon komoly. Én ezért is vettem el Angit. De én ezt nem tudtam, hogy 17 éve úgy lesz. Csak az Úr megmondta, hogy ez a nő el fog téged viselni, Lóri. És most így, szuper ezt megélni, nagyon jó. Tivike, neked is elfigyelmed az ilyen hölgyet. Na, miért nehéz engem elviselni, vagy miért kell, nem is az nehéz, nem mondjuk ilyen durvákat. Nem mondjuk ilyen durák, mert én az A meg a B kategóriába tartozok, tuti. 3-as meg 4-es, vagy a C meg a D kategóriába soha nem esek bele, amit soroltam az elén. Miért kell engem elviselni szeretettel? Vagy, na, mondjuk.
Ne, nem másokról beszélünk. Rólam. Utána beszélünk másokról is. Ne haragudjon a tanár. Mindjárt majd ne felejtsd el a szavadat, mindjárt jön ez a kérdés is. Tehát engem miért kell viselni? Jó ez a testvérte, nagyon jó fejem. Szeretem, hogy békesség minden áron. Csak nehogy a lényegről beszéljünk. Tehát, köszönöm, Jonathan. Oké. Provokállak. Lórit az én vagyok. Miért kell elviselni? Szeretettel. Köszönöm. Most olyan szárnyakra keltem már, hogy én végig biztos kitartok az ifjúságban. Hihetetlen. Na, figyelj, kezdem én akkor. Tehát néhány dologgal tisztában vagyok, és még mégsem változtam meg, de akarok. De ez szigorúan a közösségre ért, nem az otthonomra. Mondom, tehát ott ódákat lehetne zengeni, meg ilyen hosszú verseket írni, hogy miért kell engem otthon elviselni. A közösségben miért kell engem elviselni? A szó ez, hogy elviselni Lórit. Egy, mondom én, túl gyors vagyok, pörgök. Már valaki bólogat is. Igaza van? El kell viselni egy pörgő szemét? Miriamnak igaza van, nincs igaza? Mikor hogy? Igaza van a testvérnőnek, nagyon igaza van. Nagyon jó. Más, miért kell engem elviselni? Provokatív vagyok, szemtelenül provokatív. Kiállít engem ide, és megkérdezi a lányoktól, hogy hogyan szeressenek engem. Ráadásul megdicséri a frizurámat is. Ezt az embert én el kell viselni, mondja Adolf. Nagyon jó mondja. Gyere, látom, drága hölgy, meg akarsz szólalni. Gyere, ne mondd azt, hogy inkább nem. Bátran. Mint a belenél drogozza Lóri, túl lelkes. Azt csak lefordít. Mi az, hogy túlzottan lelkes? Tehát, valaki megkérdezte egyébként. Most nem, miért vagyok én mindig ilyen lelkes? Oké, túlzottan lelkes, túl provokatív, pörög, tele van energiával, más. El kell viselni a közvetlenségét? El. A direktségét el kell viselni? El. A szó kimondását el kell viselni? El kell. Na, drágáim, köszönöm szépen, hogy elviseltek. És bátorítlak arra beteket, hogy a továbbiakban is viseljetek el, de azért néha szólhatok, hogy Lóri, ezzel vigyázz, mert nagyon nehéz elviselni már téged, jó? De ha meg olyan, hogy jó, hogy van egy ilyen is a közösségben, akkor meg hagyjátok és viseljetek el, de figyelmeztetettek. Na most fordítsuk egy kicsit ezen, és Jonathan drága testvérem, most legyen nagyon aktív, hogy én miben kell elviseljelek titeket? Ó, hát ez annyira durva. Hát akkor kiélhetem magam. Mindjárt érteni fogjátok, hogy miért teszem fel ezt a kérdést, hogy valaki most felálljon. Mert túlzottan úgy, ez az 5 perc arra úgy tűnik, hogy na most itt átértünk Lóri meg a gyülekezet elemzésére, vagy az ifjúság elemzésére. Nem erről lesz szó. Nem ez lesz a csatornó. Na én miért kell elviselek titeket? Hoppá! Tehát ezt el kell viselni. Nagyon nehéz elviselni. És még engem tanítottak a teológián, hogy ne figyelj azokra, akik nem figyelnek. Ugye? Titeket is tanítanak erre, hogy ne azokra figyelj, akik nem figyelnek, hanem azokra figyelj, akik figyelnek. Én meg olyan vagyok, hogy azokra figyelek, akik nem figyelnek. És el kell viseljem őket. Ricsi, tudod, milyen boldog lennék egyszer megélném azt, hogy itt ülnél elő és jegyzetelni. Wow! Szerintem... Nem hiszek, ez így van. Na jó. Oké, lehet a telefonozás miatt kell elviseljek. Más, mi miatt kell? Lehet, hogy van tiszteletlenség. Oké, mondjuk feltételes módon ezt nem élem meg azért. Az előző az sokkal gyakorlatilasabb volt. Nem ellent beszélek, Miriam. Más. Talán a tiszteletlenség miatt. Van, hogy nem vagyunk a lelkesek, mint Lóri. Egyszerűen nem szippantottunk annyit be, egyesek szerint. Soha. Tehát, képzeljétek, milyen ember lennék, ha innék is. De ez lelki ajándék is lehet. Tehát, drágáim, hagyd mondjak valamit a lelkesedésemről. Oké, hagyd mondjak valamit, hogy jájának válaszoljak. Mondhatok valamit a lelkesedésre? Most figyeljetek ide, ha engem nem lelkesít be Isten, akkor hogy várjam azt el, hogy titeket belelkesítsen? Vagy ha engem nem lelkesít be az, hogy ti tesztek valamit és szolgáltok, mert
Szerintem nem csak akkor vagyok lelkes, mikor itt vagyok, hanem akkor is lelkes vagyok, mikor mondjuk megdicsérem Jáhelyet, hogy milyen ügyesen vezette a játékot, vagy a múltkor, mikor megdicsértem Mirjamot. Az nagyon őszinte volt. Vagy kérdezted meg Garai Zsoltot, hogy tegnap milyen ódát zengtem róla, hogy az áldott legyen Jézus nevére, milyen hangszerelést írt. Tehát kérdezzétek meg, majdnem lecsapta a telefont. Mondtam, testvér, nyugodj meg, ez a lélektől jön. Tehát, hogy... Oké, na mit akartam ebből kihozni? Tehát, hogy mondtunk egy jó néhány dolgot, hogy miért kell engem elviselni, és tudtunk mondani két dolgot, amiben én kell elviselek titeket. De még ez a két dolog is egyértelművé teszi számunkra azt, hogy ez kölcsönös. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy Áron majd, mikor bekerül egy gyülekezetbe, akkor ő mindenkit el kell viselni, és bele fog betegedni. És hogy senki nem kell elviselni. Ez egy kölcsönös dolog, drágáim. Én elviselek titeket, ti elviseltek engem. Én tűrök nektek, ti tűrtök nekem. Szeretetben, megbocsájtva egymásnak. Öleljen bennünket össze a krisztusi szeretet, és forrasszon össze bennünket. Tehát különnek tartva másikat, nem a magunk hasznát nézze, illetve elviselni egymást. Azt fontos tudnunk, illetve tisztázunk magunkba, hogy bizonyos tulajdonságaikat nem szeretjük a testvéreknek, vagy a másiknak, akiket elviselünk, de őket igen, és ezt nagyon fontos megérteni. A testvéri szeretet legyen maradandó, azt mondja itt a zsidókhoz írt levél, amit felolvastam nektek. Vagyis a testvéri szeretet ezek szerint lehet mulandó, azt, hogy szeretem a másikat, ez nem egy passzív állapot. Tehát azt mondja, a testvéri szeretet az legyen maradandó, vagyis lehet mulandó, és nem ez nem egy passzív állapot, hogy én mától kezdve, mivel be vagyok merítkezve, hogy a Nagyvárad ifibe járok, mindenkit fogok szeretni, és a testvéri szeretet bennem maradandó lesz. Ha így hátradőlsz, akkor nem lesz maradandó. Tehát ez egy aktív dolog kell legyen, tevékeny szeretet. Dolgoznom kell a testvérem szeretetén. És három területet említek, amivel nem biztos, hogy teljesen egyet fogtok érteni, de én így látom, hogy szerintem ezen kell dolgozni, és akarjátok ki is térhetünk mindegyikre. Három szint van, ahol kell dolgozzak a testvéreim szeretetén, az egyik gondolati szinten, cselekvési szinten és érzelmi. És szándékosan mondtam ezeket a sorrendeket. Gondolati, cselekvési és érzelmi. Miért mondom ebben a sorrendben? Vagy szóljatok hozzá. Gondolati szinten dolgoznom kell, hogy szeressem, cselekvési a tetteimben és érzelmi szinten is. Így van, ki gondolod, megvalósítod, vagy gondolkodol, vizsgálod magad, hogy ez így nem lesz szeretet. Így nem viszonyulhatok hozzá. És aztán változtatok a tetteimen. Rámutat Istennek a lelke. Nagyon jó. Más hozzászólás. Gondolat, tett és érzelem. Kell az érzelem. Képzeljétek el azt a gyülekezet, ahol szuper gondolataink vannak a szeretetről, szuper tetteink vannak, de ilyen az Úr áldjon meg testvérem halálod pillanatáig. Remélem, nem fogsz elkárhozni, jaj, de jó, halleluja. Ugye? Tehát kell egy kicsit az érzelem? Tehát figyelj, jár, olyan szimpatikus, hogy nekem csak nem veled kéne ezt mutassam. Na mindegy, nem mutatom senkivel, akkor azt mondjátok, oké. Okay. Csak egyáltalán nem mindegy az, hogy oda megyek valaki, és azt mondom, hogy testvér, úgy örülök, hogy vagy. Olyan jó, hogy ebbe a gyülekezetbe járunk. Szeretném, ma itt is maradnál meg. Kivennéd a részed mindenből. Igen, majd pedig azt mondom, testvér, olyan jó, hogy itt vagy ebben a gyülekezetben. A múltkor is olyan szuperül szavaltál, vagy hogy foglalkozol a gyerekekkel, vagy hogy te a fiatalokat rászoktatod arra, hogy mostan ajtónálással foglalkozzanak, és ne telefonozzanak. Ricsi, szuper az a szokás, hogy a persejezéskor te végigmész egy ilyen dobozzal, és az összes telefont összeszeded, és a végén az összes kiosztod. Le a kalappal. Van különbség a kettő között, ugye? Meg lelkesebb, meg ott van benne az érzelem, hogy wow, de jó, hogy... Amikor Pál ilyeneket mondott, hogy köszöntsétek őket szent csókkal, akkor mondott egy nagy viccet, vagy úgy is gondolta. Hogy látjátok? Volt abban érzelem? Ha hogy ne lett volna? Hogy ne lett volna? Érzed valamikor, hogy hiányoznak neked a testvérek? Vagy hogy olyan jó velük lenni, vagy olyan jó szeretni őket? Drágáim, ha nincsenek ilyen érzéseitek, most bocsánat, és nem az érzéseket akarom isteníteni, hogy hiányoznak a testvérek, hogy milyen szuper velük lenni, és olyan jó, hogy közösséget alkothatok velük, akkor valami gond van veled. Akkor lehet, hogy nem tartod a másikat különnek, lehet nem viseled el a másikat, illetve nem keresed az ő hasznát. Lehet. Tehát, hogy én nem tudom elképzelni a keresztény embert, hogy nem vágyik a többiekre, vagy a közösségre. Hogy mindenkitől frászom van, ezért abban a gyülekezetben nem járok. És annyira megbotránkoztam, hogy már Istenben is megbotránkoztam, és nekem nem kell a gyülekezet. Ez nem normális. Tehát ilyen nincs. Ilyen nincs, ha azt a három dolgot magam előtt tartom, ami ott van a Bibliában.
Szükségünk van egymásra, és olyan jó, hogy vagyunk egymásnak. Drágáim, engem nem az hajtott ma ide, hogy hú, de fit voltam, hanem az hajtott ma ide, hogy közösségben lehetek veletek. És vágytam arra, hogy az énekek által, a buzitát által, a program által, a közösség által mit fogok kapni tőletek. Tehát figyelj meg, ott vagyok én hívember, aki nem tudom hány éve vagy hány hónapja hívember vagyok, és Isten lelke valamire rá akar mutatni az életemben. De én hétfőn is, kedden is, szerdán is egészen szombat estig vagy vasárnap reggelig visszaütöm Istennek a lelkét, és így telnek el a hetek, hónapok, vagy így telik el az a hetem, hogy visszaütöm ebben Istennek a lelkét. De eljön Adolf, eljön Tünde, eljön Móni, eljön Évike, eljön Márk a gyülekezetbe, és kiáll, vagy oda jön hozzám, vagy tudom is én, hogyan nyilvánul meg, de valahogyan kifejezi azt, hogy ő valamivel szembesült azon a héten, vagy a közelmúltban, és Isten lelke így vezette őt győzelemre, és akkor lelepleződik minden előttem, hogy álljon meg a menet. Ha Krisztusnak a lelke működött így Adolfnak az életében, akkor az én életem is így kéne működjön. Én nekem is kellene engedni ebben a dologban, hogy én ezt hogy nem tűnt fel eddig nekem, hogy én Istennek a lelkét itt visszautasítottam. Tehát, hogy a közösségben lepleződik el valami, a közösségben formál ki Isten valamit, mert észrevesz a másik embernek az életében. Mondjam azt egy kicsit provokatívan, hogy az a Krisztus, akit elnémítottam egész héten, megjelenik a testvérem életében, és ott életre kell Krisztus. Hát hogy ne lenne szükségem a közösségre? És mennyire jó, hogy közösségben lehetünk egymással. Bizonyos értelemben családi kapcsolatok kellene legyenek az atyafia között, illetve a testvérek között. 1 János 3.18 azt mondja, figyelj, kisgyermekeim. Fú, tehát képzeld, amikor én néha mondom azt, hogy drágáim. Akkor azt mondom, lányok, fiúk, gyermekeim, lányok, köszöntsétek egymást szent csókkal. Fiúk, köszöntsétek egymást óriási öleléssel vagy pacsikkal. Megment az eszed? Nem, én Pál apostol akarok, azt mondja, kisgyermekeim, ne szóval, ne nyelvünkkel szeressük egymást, hanem tettel, most figyelj, és őszintén. Annyi sok falcs, hazug szeretet megnyilvánulás van a közösségünkben, amelyek tönkre teszik. Drágáim, arra hív Isten bennünket, hogy a szeretetünk egymás iránt az tényleg őszinte legyen, rendezett legyen, elviseljük egymást, a másiknak a hasznát akarjuk, különnek tartsuk a másikat. És én hiszem, hogyha ebben gyakoroljuk magunkat, akkor azt mondom, hogy olyan szuper, hogy ebbe a közösségbe járhatok. Lehet, hogy van egy Tibike, lehet, hogy van egy Lóri, lehet, hogy van egy Evódia, lehet, hogy van egy Adolf, de én inkább azt mondom, hogy milyen jó, van egy Adolf, van egy Tibike, van egy Evódia. Ah, Lóri is van, de az már eltöpül a többiek között. Érted? Jó, szerintem lezárom. Filip 5, mert hallottam a te szeretetedet, és ama hitedet, amely van benned az Úr Jézushoz, és minden szentek irányába. Ez Filipon, bocsánat. Mert hallom a te szeretetet és ama te hitedet, amely van benned az Úr Jézushoz, és minden szentek irányába. És itt két dolgot jegyzek meg, és ezzel zárom, és engedem, hogy kérdezzetek. Igazán szeretni csak akkor tudok, ha először szeretem Jézust, és aztán az embereket. Tehát igazán szeretni akkor tudok, ha először szeretem Jézust, és aztán az embereket. Szeretni meg nem igazán tudok, hogyha nem szeretem Jézust. Úgyhogy drágáim, én erre hívlak titeket, legyünk Jézus Krisztus szeretői, akit szeretünk, akiért oda vagyunk, ő a mi Urunk, ő a mi Istenünk, ő, aki meghalt értünk és feltámadt értünk, és bevisz a dicsőségbe, sőt, hú, ezt el is felejtettem nektek idézni, amikor azt mondja Jézus, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Átment a halálból az életbe, a reinkarnációnál. Fúj, mekkora dologgal ajándékozott meg bennünket Isten. Úgyhogy Jézus Krisztus szeretjük, akkor szeretni fogjuk a testvéreinket is. Segítsen ebben meg bennünket az Atya Isten. Amen. Kérdés, hogy észrevétel, hogyha van. Így a testvéri szeretetről. Jó. Én nem hidegzonyos gyülekezetekről, meg közösségekről álmodom, hanem olyan, ahol szeretet légkör van, hogy becsülik a testvérek egymást, különnek tartják egymást, elviselik egymást. Nem a saját hasznukat keresik, hanem a másiknak a hasznát. Nem futnak ilyen hiába való dicsőség után, hanem Istennek adják a dicsőséget, és a másikat valóban különnek tartják. Gyakoroljuk ezeket, és higgyétek el, hogy egyre jobbak lesznek a közösségünk, és az lesz bennünk, hogy wow, milyen jó, hogy újra találkozhatok a többiekkel, milyen jó, hogy beszélgethetek velük, milyen jó, hogy kapcsolatot ápolhatok velük, milyen jó, hogy Krisztus hozzák a közösségbe, és valamit nyerhetek, valamit tanulhatok abból, amit ők megmutatnak éppen azon a közösségi alkalmon. Gyertek, álljunk fel és imádkozzunk. Drága testvéreink, akiket szeretünk, akik